Kedves gyülekezet, most pedig lapozzunk Máté evangéliumához, és Máté evangélium a 7. fejezetéből olvassunk el 3 igeverset a ma délelőtti igetanulmányunk alapgondolataként. Máté evangéliumából olvassuk el a 7. fejezetből a 13., 14. és a 21. verset. Így olvasom tehát. Jézus ezt mondta, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És a 21. vers, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedves gyülekezet, ez a felolvasott néhány igevers Jézus Krisztusnak az úgynevezett hegyi beszédéből való. A hegyi beszéd Jézus Krisztus messiási szolgálatának a kezdetein hangzott el, az egyik legösszefüggőbb, legátfogóbb tanítás ez Jézus Krisztus az Isten országáról. A hegyi beszéd Máté evangélium 5. fejezetében a boldog mondásokkal kezdődik, aztán rátér Jézus az Isten törvényének a gyakorlati alkalmazására és értelmezésére, és végül olyan óvásokat fogalmaz meg, amelyek fenyegették és ma is fenyegetik azokat az embereket, akik keressük az Istent, akik szeretnék az Istenre figyelni. Ma az alapigeként felolvasott utolsó szakaszból, az óvásokból szeretném felhívni a figyelmet egy bennünket is veszélyeztető, fenyegető veszélyre. Miért szoros az a kapu, amelyen keresztül az életre lehet eljutni, és miért szoros az az út, amely az életre visz? Miért behatárolt számunkra az Isten által tanácsolt útszakasz? Miért van az, hogy Isten tanácsol bennünket egyértelműen, és nem azt mondja, hogy tegyetek azt, amit ti jónak láttok, tegyetek a ti szívetek látása és gondolatotok szerint. A Biblia alapján nagyon jól tudjuk, azt hiszem mindannyian, hogy Isten mindannyiunk számára készített el egy élettervet, egy olyan tervet, amin keresztül bennünket vezetni akar az ő országa felé. És ezért is van az, hogy minden egyes embernek a megtérése, az Istenre való rátalálása különböző formában, különböző módon valósul meg. 2 egyforma eset nincs. Azt gondolom, ha most itt egy körkérdéssel feltennénk a kérdést, hogy mindenki néhány mondatban mondja el, hogy ő hogy ismerte meg az Urat és hogyan tért meg, nem hiszem, hogy 2 egyforma történetet találnánk. Mert Isten egyéninek, egyedinek teremtett bennünket, mindannyiunkat egyéni úton keres meg, és mégis vannak olyan általános törvényszerűségek és általános szabályok, ami által mi behatárolhatjuk és megvizsgálhatjuk azt, hogy én most jelenleg 2013. november 2-án az Isten rám vonatkozó terve szerinti utat járom-e? Vagy járom a magam által jónak vélt életutat? A Szentírás a jó Istent egy mindenható Istennek mutatja be, és ehhez az is hozzátartozik, hogy ő ismeri mindannyiunknak az egyéni helyzetét. Még az emberi szemek elől elrejtett titkos szándékainkat is ismeri, sőt, a gondolataink mögött húzódó titkos indítékok is fel vannak jegyezve a mennyei könyvekbe. És ezek után gondoljuk csak át, hogy vajon Jézus Krisztus miért használta a szoros kapu, a keskeny út hasonlatát ahhoz, aki az életre visz,
És miért használta a széles út és a tágas kapu hasonlatát arra az útra, ami a veszedelemre visz? A kérdés felvetés úgy gondolom mindannyiunkat valamilyen szinten érint. Mindannyian gondolkodtunk már ezen. A Zsoltáros felismerti a kérdést, hogy miért van az, hogy az Isten nélkül járó embereknek jól megy a dolguk. Látszólag alig-alig van nekik nehézségük, problémájuk az életben. Más emberek pedig, akik az Isten útján járnak, tele vannak szenvedéssel, tele vannak sokszor betegségekkel, és sok-sok olyan dologgal, ami kiszolgáltatottá teszi az ő életüket. De a kérdés felvetéshez érdemes átgondolni Dániel próféta könyvének az 5. fejezetében leírt történetet, talán az időkeretünk miatt is, meg a témánk miatt is nem ez a központi téma, tehát nem olvasok el a történetet, de érdemes odahaza elolvasni. Dániel próféta könyvének az 5. fejezetében találjuk a leírást Belsazár királynak arról a nevezetes vacsorájáról, amikor előhozatta az ő ünnepségen az ő Isten házának elrabolt edényeit, és abból evett és ivott az ő tivornyázó népének, vendégeinek. A lakomán résztvevő emberek ettek, a lakomán résztvevő emberek ittak, magasztalták az ő bálványaikat, biztonságban érezték magukat, és eközben megítéltettek az Istentől. Hiszen egy üzenet jelent meg a falon, megmérettél és híjával találtattál. És itt a nagy kérdés, hogy vajon bennünket is megkísérthet ez? Vajon megismétlődhet nálunk is? Hiszen tudjuk nagyon jól, a negyedévi szombatiskolai tanulmányunk a mennyei szentély kérdésével, annak a megtisztításával és azzal összefüggő kérdésekkel foglalkozik, hogy jelen pillanatban is ítélet folyik felettünk a mennyben. Ennek a tudatában éljük a mindennapjainkat. Ennek a tudatában éljük azt, hogy én most a keskeny úton járok, az életre vezető úton járok, vagy pedig a széles úton, a veszedelembe vezető úton járok-e. Nagyon elgondolkodható, amit Ellen Gould White a Nagy küzdelem, vagy más néven Korszakok nyomában című könyvben fogalmaz meg. Csak néhány mondatot szeretnék olvasni. A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa, életre vagy halálra. Igazak és gonoszok, ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek, építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső megmásíthatatlan döntés. Csendben, észrevétlenül, mint éjpérkor a tolva jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik, és Isten végleg visszavonja kegyelmét a földről. Mi a megdöbbentő ebben a néhány felolvasott bizonyságtételi szakaszban? Még élik az emberek halandó életüket a földön, a mennyei templomban talán elhangzik felettük a megmásíthatatlan végső döntés, és minden ember sorsa megpecsételődik. Igen, ezen a hét háttéren érdemes átgondolni, személyesen az én saját életemre lebontva, hogy én az Isten által kijelölt keskeny úton járok-e, vagy éppen a magam választotta széles utat választom, és azt szerint járok. Azt hiszem, hogy nem kérdés ez a tény számunkra, hogy nem akármilyen időszakban élünk. És mégis, amikor az Istentől jövő felhívások hangzanak el, akár személyes ige tanulmányozáson keresztül, akár a bizonyságtételek tanulmányozása kapcsán, netán ige hirdetésen keresztül szólít meg a Jóisten, akkor sokszor a felhívások elkoptatott közhelyekként hangzanak számunkra. Olyan elgondolkodtató, amit Jelenések könyve 7. fejezetében találunk meg, amikor
beszél arról jelenések könyve 7. fejezete, hogy Isten angyali tartják vissza a szeleket, még el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon, és akiket elpecsétel, Isten a 7. fejezet 14. versében így olvassuk, azok megmosták és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Megmosták és megfehérítették. Vagy a jelenések könyve 14. fejezetében olvashatjuk ugyanezekről az emberekről, hogy ezek követik a bárányt, valahová megy. És itt érdemes elgondolkodni. Szeretnék, ha mi is közéjük tartoznánk? Gondolom, ez költői ez a kérdés. Mindannyian vágyunk arra, hogy az elpecsételt, megváltott seregbe lehessünk majd. De ebből fakad mégis a kérdés. Melyik útra vonzóbb az én számomra? A széles út, vagy a keskeny út? Ha őszinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy széles út valahogy jobban vonz, nem? A bűn, a negatív dolgok sokkal jobban vonzanak bennünket, az emberi természetünkből, az óemberünkből fakad, pedig Sátán a keskeny úton járó emberekre tereli át a figyelmét jobban. Figyelték például Jézust is, amikor itt a földön járt. Jézusnak minden egyes lépését, minden egyes mozzanatát, és ugyanazt teszik velünk is. Milyen jó, hogyha abban, a mi lelkiismeretünk abban erősít meg, hogy igen, vannak nehézségeid, de akkor is a keskeny úton jársz. Szeretnék csak egy bibliai példát megemlíteni, gondolom mindannyian jól ismerjük ezt a bibliai történetet, amit Királyok 2. könyvének a 4. fejezete jegyez fel. Ott a különösképpen a 9. verset szeretnék utalni, amikor Elizeus járt kelt, az Isten igéjét tanította a népnek, és az ő járásában, kelésében egy sunemita asszony az ő férjének így szólt, én úgy látom, hogy ez az Isten embere, aki itt jár fels alá, ő egy szent ember. Testvéreim, szép bizonyságtevés volt ez? Szeretnénk, ha a környezetünk rólunk is azt mondani, hogy én úgy látom, hogy ez az ember, ez szent ember. És Isten azt szeretné, hogy mi ilyenek legyünk. Mert ez a hiteles misszió. Ez a hiteles dolog, amit a Krisztusról, amikor Krisztusról teszünk bizonyságot. Sokszor beszélünk az evangélium hirdetéséről. Hogyan is fog befejeződni Isten műve ezen a földön? Hogyan lehet az, hogy majd minden embernek hallani kell Jézus Krisztus visszajövetele előtt, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget? Amikor szervezünk evangelizációkat. Sokszor tényleg a gyülekezet megtesz mindent. És mégis azt érezzük, hogy az arányokat tekintve, mintha kevés volna ez. Hogyan is érünk majd a célhoz? Azt gondolom, ez sokunkat foglalkoztat. Azonban azt kell, hogy megjegyezzük, hogy az Istenhez vonzó eszköz leginkább az, amikor én személyesen megtaláltam Krisztust, és az én közvetlen környezetem is, de más ember is, aki hall a mi gyülekezetünkről, közösségünkről, azok ezt tudják elmondani. Testvéreim, ezt tudják elmondani rólunk, hogy ezek az emberek, akik Siófokon a Tessedik Sámuel utcába járnak, ezek szent emberek? Én úgy gondolom, hogy nem szabad abba a hibába esnünk, hogy mindig csak negatív módon, mindig csak rosszat, és egy depressziós hangulatot keltsünk magunk körül. De hogy reálisan vizsgáljuk meg magunkat, arra igenis szükség van, hogy a keskeny úton járok-e, az élet útja felé indultunk-e el, vagy netán a széles úton járó tömeghez hasonlítunk.
egy közösség, egy gyülekezet misszió küldetése nem csupán bibliai igazságok hangoztatásából áll. Félre ne értsük, erre nagyon nagy szükség van. De a keskeny úton járó közösség olyan, mint egy boldog nagy család. Milyen egy boldog nagy család? A családtagok szeretik egymást, nem lehet feszültséget érezni a közelükben, és Isten arra akar kérni bennünket. A hegyi beszéd erre tanít bennünket Jézusnak az óvásai, hogy a keskeny úton járunk, akkor a keskeny út, a nehézség összekovácsol bennünket, és akkor olyanokká válunk, mint egy nagy család. Miben mutatkozik meg, hogy én a keskeny úton járok, vagy a széles úton? Adódik a kérdés. Legelőször azt szeretném aláhúzni, hogy nem attól járunk a keskeny úton, ha külsőben mi másképp öltözködünk, vagy másra mi ruházatunk. Nem, mint hogyha ez nem volna fontos, de nem, elsősorban nem ebből. A farizeusok is külsőben, talán még cselekedetekben is mások voltak, mint az egyéb emberek, de mégis tele voltak olyan nemtelen indítékokkal, amit Jézus Krisztus joggal megítélt, és ezt is érdemes nekünk átgondolni, hogy az én életemben, személyes életemben Isten meg tudott-e szabadítani már nem csak látványos bűnöktől, nem csak látványos, az igével ellentétes életszokásoktól, hanem indítékaim szintjén is. És Isten azt szeretné, hogy a mi életünkben egy irányváltás legyen, hogy elsősorban az ő igéje legyen az első helyen. Megszabadulni olyan dolgoktól is, amit talán mások nem is tudnak. Engedjétek meg, hogy egy könyvre hivatkozzam, elfelejtettem kihozni, bizonyára többen emlékeztek rá, még Szolnai testvér fordította le ezt a bizonyságtétel, illetve igagyűjteményt, Margaret Davis írta, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Azokat a igei gondolatokat szedte egy csokorba, és azokat a bizonyságtételeket, amik ebben segítenek bennünket. Hogy mit cselekedjem ahhoz, hogy örök életet nyerjek. És végig az van benne, hogy nem az én cselekedeteimre kell koncentrálni, nem erőből, nem az én magam erőfeszítései által kell, hogy új életet éljek, hanem az Isten segítségével, hogy Krisztust megismerjem, és akkor minden megváltozik körülöttem. És két kötetes kis vékony könyvecskének az első kötetének az elején azzal kezdődik a könyv, hogy leír egy történetet, mivel ő és az ő férje misszionárusok voltak, ha jól emlékszem, Afrikában voltak misszionárusok, és egy alkalommal hazamentek, ő volt a családjuknak a legkisebb lánya, hatodik gyermek, és ott volt az idős édesapa, aki 70 éves volt, és beteges volt, és pontosan ezekről a kérdésekről beszélgettek. És az édesapa feltette a kérdést a lányának, aki mint misszionárus jött haza. Margit, te misszionárus vagy. Te az igét hirdeted. Neked csak tudni kell, hogy igazuk van nekik, hogy meg lehet szabadulni indítékaink szintjén is azoktól a dolgoktól, amik bennünk vannak, amik elválasztanak Krisztustól. Én hogyan tudom ezt megtenni? És elmondta, őszintén bevallotta, hogy ő mennyi mindent tett az ő családja ellen, gyermekei ellen, és igazából, hogy igaz, hogy egy nagy gyülekezetnek első vénye volt, de mégis valami hiányzott az ő életéből. És leírja a könyv szerzője, hogy akkor azt akarta mondani az ő édesapjának, hogy apám, imádkozz többet, olvas többet, és ugye nevetségessé váltam a saját szememben is, hiszen egész életében küzdött. Egész életében valahol ezt akarta, és mégsem sikerült. És leírja a könyv, hogy ez az, amit nekünk tenni kell, hogy Krisztust megismerni, azaz az evangéliumról valahogy új módon gondolkodni.
nem újabb és újabb ismereteket elsajátítani, de megtanulni küzdeni. A keskeny úton járás egyenlő a nemes küzdelemnek a megharcolásával. Pál apostol így fogalmazta meg, élete végén, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Végezetre eltétetett nékem az igaz életnek koronája. Mit jelent, hogyan tudjuk a nemes harcot megharcolni? Mit jelent küzdeni Krisztusért és Krisztussal válvetve önmagam ellen? Ilyenkor, mint egy klasszikus példaként szoktuk megemlíteni Jákob példáját. Azonban Jákob küzdelme nem azonos a nevezetes éjszakán, a Jabbok partján folytatott lelki küzdelemmel. Az időkeretünk miatt talán nem olvassuk el az ige szakaszt, Mózes első könyve 28. fejezetében a 10. verstől kezdődően, ott a 22. versig találunk egy ige szakaszt, amikor Jákob menekül az ő otthonából az ő csalása miatt. Menekül, egyedül, kifáradtan, kifosztottan, abban azokkal az érzésekkel megterhelve, hogy ő most mindent elveszített, hogy ő csalással akarta megszerezni azt, ami az ő számára olyan értékes volt, az elsőszülöttségi jogot, és most hová került. És ismerjük a leírást, éjszaka az Isten angyalai megjelentek ott, egy létrát látott, ahol az Isten angyalai le és feljártak a föld és a menny között. És ebben az ige szakaszban megfigyelhetjük az Isten ígéretét, amikor Isten azt mondta Jákobnak ebben az álmában, én veled vagyok, és megőrizlek téged, és el nem hagylak téged. És a Jákob erre így válaszolt, mikor felébredt álmából mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen. És milyen döntést hozott, hogy reggel vette a követ, amely feje alá tett, és oszlopul állította azt fel, emlékoszlopul. Itt kezdődött az ő küzdelme. És utána elteltek még évtizedek, amíg ez aki eljutott a Jabbok parti küzdelemhez, de valamit megértett, amit Ellen White így fogalmaz meg a Pátrák és Proféták könyvéből. Jákob átérezte, hogy Isten kegyének különleges megnyilvánulásai viszonzást kívánnak. Minden kapott áldásra nekünk felelnünk kell. A keresztény tekintse át gyakran a múltját, idézze fel hálában Isten csodálatos szabadításait, hogy Isten hogyan támogatta őt, milyen utakat nyitott meg neki, amikor minden sötétnek és félelmetesnek tűnt, és Isten hogyan üdítette fel, amikor majdnem elalért. Jákob igazából mikor értette meg ezt? Akkor, amit egy későbbi ige szakaszban, a 32. fejezetben olvashatunk, az nevezetes éjszakán, amikor az angyal megérintette az ő csípője csontját, és megfogalmazta utána azt, hogy és láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Igen, Jákob tapasztalata az, ami a keskeny úton járáshoz segít bennünket, és Isten ezt ígéri az utolsó nemzedéknek. Szintén a Pátriárkok és Proféták könyvében olvashatjuk, Jákob gyötrelmes éjszakája ábrázolja azt a próbát, amelyet Isten népének el kell viselnie közvetlen Krisztus második eljövetele előtt. Testvéreim, a mi életünkben, amikor vannak próbák, akkor kétségbe kell esnünk, hiszen Isten előre megmondta. És nem azért, hogy nekünk szenvedést okozzon, nem azért, hogy mi kétségek között járjuk a mi életutunkat, hanem pontosan azért tette ezt, hogy bennünket új emberekké tegyen. Természetes, hozzátartozik, hogy a keskeny úton járással az is együtt jár, hogy az evilági igényeinket is szállítsuk alább. Természetes emberi magatartás, természetes emberi igény, nem tudom, hogy ki van másképp,
például, hogyha valamit megszoktunk, eljutottunk egy valamilyen életszínvonalra, és hogy visszább adjuk egy kicsit. Például csak egy nagyon gyakorlati példát említek. Valakinek van egy gépkocsija, és tényleg akkor utazik, amikor akar. És valamilyen körülmény következtében el kell adni neki, és utána tömegközlekedéssel kell utaznia. Milyen nehéz azt megszokni, nem? Pedig látszólag egyszerű probléma, de mégis valahol az Isten útján való járás az azt jelenti, hogy nekünk igenis időközönként le kell mondani bizonyos dolgokról, és ha le kell mondani bizonyos dolgokról, akkor azt nem szabad olyan tragikus dolognak megélni. Az Isten segít abban, hogy ez ne így legyen. Szeretnék egy advent történelemből, az advent mozgalom úttörőinek az életéből megemlíteni csak néhány gondolatot. Tudjuk nagyon jól, hogy az advent mozgalom úttörői között az egyik híres úttörőnk volt József Bécz kapitány. Egy hajótulajdonos, aki mikor megismerte Krisztust, amikor megértette Jézus eljöveteléről szóló örömhírt, ő mindent feláldozott azért, hogy az evangéliumot terjessze, hogy Jézus visszajövetelét várják, és mindenét ezen az oltáron ne feláldozott. És eljött az életében egy olyan időszak, amikor semmiük sem maradt. Semmiük. Még az élelemre sem maradt pénzük. Lejegyzi egyik testvérünk, Schwarz testvér az advent történelmében, hogy olyan szintre jutottak, ugyan ő eltökélte, hogy egy füzetet fog kiadni a szombat igazságáról, mert úgy érezte, ezt mindenkinek hallani kell, ezt a bibliai felfedezését, ami igaz volt. És egyik alkalommal az asztalánál ülve olvasta az igét, illetve a kommentárját, és próbálta megérteni azokat a gondolatokat, amit írásba szeretett volna foglalni. Bejött a felesége hozzá, és mondta, hogy hát nincs lisztünk. Lisztre volna szükség, hogy tudjak főzni. És erre a kapitány megkérdezte, hogy és mennyire volna szükséged. Hát körülbelül 1 kiló lisztre. Felsóhajtott magában a kapitány, hogy talán még erre van pénz. Volt 1 dollár, meg 1 cent. És átment a boltba, és szólt a boltosnak, megvásárolta szükséges dolgokat, és hazavitte. A felesége meg volt lepődve. Hogy mert ez a kapitány ilyen kevés élelmiszert vásárolni? Nem gondolta azt, hogy mit fognak róla gondolni az emberek, hogy csak ilyen kevés lisztet, meg ilyen kevés élelmet vásárol. Mert ennyi pénze volt. De utána jött a következő kérdés. De mi lesz ezután? Most már nincs 1 centünk sem. És a kapitány mindig ezt mondta. Az Úr majd gondoskodik rólunk. Felesége úgy fel is háborodott ezen. De mindig ezt mondott csak. És mi történt ezután? Volt egy érzése, hogy menjen el a postára, neki valamilyen küldemény fog érkezni. Nem tudta, hogy mi. Elmegy a postára, és valóban a postán volt is egy küldeményező számukra, de portós volt. Mi legyen most? Mi legyen most, nem tudja kiváltani. Postás azt mondta, jó, vigye el a levelet, majd aztán, majd, ha lesz pénze, ide kifizeti. Hát benne is élt még az emberi büszkeség, vagy nem tudom minek neveznem, azt azért mégsem. De tudja mit? Alkudozott a postással. Adja ide a levelet, felbontam, és én úgy érzem, hogy pénz van benne, és akkor már kifizetem. Postás húzódozott, de azért odadta. És valóban egy kis pénz volt benne, és egy ilyen levéllel az Úr azt az érzést ébresztette bennem, hogy a barátjának pénzre van szüksége, ezért azonnal küldött valamennyit. Milyen érzés lehetett a kapitánynak? És azután mit tett? A leírás szerint nem hazament azonnal, elment a boltba,
vásárolt több mindent, egy hordó lisztet, meg ami szükséges volt a háztartáshoz, hazaküldette, és ő pedig elment a nyomdába, hogy azt a feladatot végezze, amit az Isten ő rábízott, hogy a kéziratokat előkészítse, és megegyezzen a nyomdásszal. És mikor hazaért, később felesége zavartan fogadta. Honnan van ez az élelmiszer szállítmány? Az Úr küldte, mondta a kapitány. Az Úr küldte, hát te mindig csak ezt tudod mondani. Honnan van? És megmutatta a levelet a feleségének, és a felesége elsírta magát, és őszinte bűnbánata, hogy az Isten gondoskodik azokról, akik hozzá közelednek. És kedves testvéreim, miért mondtam el ezt a történetet? És miért csak kevesen részesülnek ehhez hasonló tapasztalatokban? Miért csak kevesen találják meg az életre vezető utat? Én azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amik mellett nem mehetünk el. Az életre vezető út az küzdelmekkel, imaküzdelemmel, hitküzdelemmel jár együtt. És én azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk most is. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében voltak, vagy vannak olyan esetek, talán az Isten népe életében is most ebben az szakaszban járunk, amikor imaküzdelem, amikor hitküzdelem nem kerülhető el. Azt hiszem, mindannyian ismerjük azt a látomást, Ellenberg leírását, a látomás a keskeny útról. Hogy indult el a vándorló csapat? Szekerekkel, lovakkal, csomagokkal. És ahogy az út egyre inkább haladt felfelé, egyre nehezebbé vált, először a szekereket, a képző csomagokat, lovakat, amik ugye az ember számára bizony biztonságot jelent, azokat kellett elhagyni. Később egy kötélbe, a hit kötélbe kellett kapaszkodni, ami egy gyönyörű szép rétre vezetett át. Úgy gondolom, hogy most vagy élünk az út szűkülésének, a terhek lerakásának az időszakában, és ami apró döntéseink fogják eldönteni, hogy mi a keskeny úton akarunk-e haladni. És még valamit szeretnék megemlíteni. A keskeny út és széles út között talán azt gondolnánk, hogy óriási különbség van. Valóban óriási különbség van, de a különbség mégsem mindig látványos. A széles útra való áttérés annak az embernek is, aki egyszer kipróbálta, milyen is a keskeny úton járni, az nem mindig egy látványos szembefordulás az igazsággal. A széles útra való áttérés az lehet olyan, mint a vasúti váltónak az átállítása. Ismerjük, vasútállomáson láttunk ilyen váltókat. A váltó átállítása az nagyon egyszerűen, nagyon kis változást mutat először. Nem látványos dolog. És én azt hiszem, hogy ez a váltó átállításnak kísérlete, ez az utolsó időben Sátán részéről egyre erőteljesebb. A hamis proféták profétálása nem mindig van szöges ellentétben a Szentírással, de apró engedmények, azok a széles útra vezetnek bennünket. És befejezésképpen két nagyon rövid igét, bizonyságtételi szakaszt szeretnék olvasni a Korszakok nyomába című könyvből. Talán mindannyian jól ismerjük ezt, de úgy gondolom, hogy ez nagyon szükséges, hogy az elhangzott gondolatokra rátegye a pecsétet. A próba idején fog meglátszani, kitette az igét élete szabályává. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél, a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. Küszöbön van az az idő, amikor a különbség az igaz keresztény és a kétszínű hit való között nyilvánvalóvá lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság, a vallási türelmetlenség,
Ha lángra lobban az üldözés, a lágy melegek képmutatók, meginogva feladják hitüket. És még a másik idézetet, amikor a vihar közeledik fejezetből, amikor a vihar közeledik sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, az ellenség soraiba lépnek. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Megdöbbentő gondolatok, de mégis nem léphetünk túl rajtuk. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen nekünk személy szerint is, és mint népnek is, a szoros kaput megtalálni és a keskeny utat választani. Testvéreim, most van itt az ideje, mint gyülekezetnek is, mint egyes embereknek is, hogy megtanuljunk Jákobhoz hasonlóan küzdeni. A küzdő imádságról sokszor beszéltünk már itt a helyen. El szoktuk mondani, hogy milyen küzdelemmel jár megtanulni úgy imádkozni, ahogy Jézus imádkozott, ahogy Jákob imádkozott. És mégis tudjuk, hogy a küzdő imádság, a küzdelem, az tényleg odaszánással, elszántsággal jár együtt. Isten azt akarja, hogy először apró, lényegtelennek tűnő és látszó helyes döntéseket hozzunk, és akkor megtanulunk az Isten útján járni. Hogy gyakorlati példát is említsek erre, csak egy ilyen példát, amit gondolom itt ebben a gyülekezetben nem probléma, de tudok sajnos olyan gyülekezeteket, ahol nem kis probléma. Ugyanis olyan időszakban élünk, amikor nagyon sok ember keresi a munkát, szeretne elhelyezkedni, mert szükséges, hiszen az is ige is azt tanácsolja, hogy dolgozzunk 6 napon, ott munkálkodjunk, végezzük minden dolgunkat. De hát úgy munkát találni, ami az elmúlt időszakban viszonylag könnyű volt, hogy az Isten által megszentelésre várt napot, a szombatot megszenteljük, ez nem volt olyan kísért probléma. Ma egyre több helyen problémáz. És amikor valaki mindegy felteszik a kérdést, ó, nem kell neked szombaton dolgozni, de pénteken azt nem tudjuk megoldani, hogy több műszak lévén, hogy te szombaton, hogy péntek este is szabad, péntek estét is adjunk neked. És jön a kísértés. Feladjam a munkámat? Mi lesz a családommal? Hogyan tudok kenyeret adni gyerekeimnek? Vagy munkanélküli leszek? Akinek van munkája, vagy olyan munkahelye van, ahol ez nem probléma, azt talán nem is tudja igazából megérteni ezt. És tudjátok, milyen nehéz olyan esetben, amikor egy-egy testvér ilyen kérdéssel jön, hogy most Istenem, mondj valamit, mit tegyek most? És nem kis lelki teher. Az igének a tanácsait, azt nem lazíthatjuk. Amit az Isten mondott, erre nem mondhatjuk azt, ó, most már nem olyan időt élünk, nem kell ezt komolyan venni. De igazságot sem tudok mondani, vagy konkrét gyakorlati tanácsot, hogy jó, akkor hagyd ott a munkahelyedet, majd akkor én biztosítok neked munkát. Ez én úgy gondolom, hogy itt kezdődnek a próbák. Ez az időszak felé haladunk. Ez nagyon komoly probléma. Vagy egy másik probléma. Ez is egy konkrét probléma. Vannak testvérek, akik olyan körülmények között élnek, hogy tényleg a mindennapi betevő falatért meg kell küzdeni. És tényleg azt, amit kapnak, kis kiegészítést, vagy amit kapnak keresetet, éppen hogy be tudják osztani. És jön a kísértő. Hát az Isten egy olyan szerető Isten, aki nem kívánja azt, hogy te ebből a kis pénzből, amiből éppen hogy meg tudsz élni, hogy te ebből is még a tizedrészt odaadjad neki.
hát nem kell azt olyan komolyan venni. Az Isten megérti az embernek a küzdelmét, megérti a problémáját. Megérti a problémáját. De erre vonatkozóan tudjuk az Istennek a igényét, az Istennek a tanácsát. Mit mond az ige? Próbáljatok meg engem, hogy nem nyitom-e meg az egek csatornáit, és nem árasztok-e rátok áldást bőségesen. Isten ezen a területen kezdi a próbákat. Nem egyből életveszedelmekkel kell szembenéznünk. Ha egyből életveszedelmekkel kellene szembenéznünk, akkor az Isten biztosabban, és mi is tudjuk, akkor biztos nem tudnánk megállni. Ilyen apró kis dolgokon, hétköznapi dolgokon kezdődik meg, és itt dől el, hogy a keskeny úton járok-e, vagy a széles úton. Testvéreim, arra van a legnagyobb szükségünk, hogy az evangélium erejét megtapasztaljuk egyéni életünkben, közösségi életünkben, és Bécz kapitányhoz hasonló elszántsággal vállalni az Isten által ránk bízott feladatokat, akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy a szoros kapun léptünk be, az életre vezető keskeny úton járunk, és bízhatunk az Isten áldásában és segítségében és megőrzésében. Ellenkező esetben tudunk magyarázatokat adni, de nem hiszem, hogy a mennyei bírák ezt a magyarázatot elfogadják. Kívánom, hogy az Isten segítsen, hogy most, amikor még gyalogokkal kell együtt menni, tanuljunk meg együtt járni az Istennel, mert ahogy Jeremiás próféta fogalmaz, mi lesz akkor, hogyha lovasokkal kell majd vágtázni, lovasokkal kell futnotok. Az Isten segítsen bennünket, kívánom ezt nektek is, és magamnak is. Amen.